Kiesett a konferencia ligából a sepsi szentgyörgyi sepsi OSK, noha hamar vezetéshez jutott Stockholmban, a svéd Gyurgárden elleni visszavágón a hazai mérkőzéshez hasonló arányban 3-1-re maradt alul. Nincs veszíteni valunk, bátran kell játszanunk, mondta a Sepsió SK Stokholmi kiszállása előtt Cristiano Bergodi vezetőedző, hiszen a hazai 1-3 után csak egy csoda jutathatta volna tovább a csapatot. Ennek megfelelően kezdtek a fiúk, és a 8. percben Matei szabadrugásával vezetéshez jutottak. A svédek magasabb játékritmusa azonban nagyon gyorsan érvényesült. Négy perccel később Findál egyenlített, majd egy szöglet után ászoró fejelt Nicui kapujába. A nigéria egy csatárának akciói egyébként folyamatos veszélyt jelentettek, ő állította be a 71. percben a 3-1-es végeredményt is. Ami tetszett a meccsen, se Bérgodi is kiemelte, hogy az OSK végig építkezni, támadni próbált, ám amíg nem javítanak a sebességen és a döntő nem lesz esélyük magasabb színvonalú bajnokságok csapatai ellen. Szerintem jó meccset játszottak a fiúk. Tanulnunk kell ebből a találkozóból, hisz természetesen voltak hibák, főleg a kapott három gól előtt. De tegyük hozzá, hogy nagyon erős volt az ellenfél, nagyon gyors a passzolási ritmusuk, a bajnokság közepén vannak, így nem volt könnyű játszani ellenük. A Sepsió SK most már teljes egészében a belföldi bajnokságra összpontosíthat, amelyben hétfőn 17 órától lép legközelebb pályára az FC voluntári otthonában, a mérkőzést a csapat konferencia ligából való kiesése után költöztették vasárnap délről hétfőre.